Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkó Szabó Egyetem vezetője. Nálunk parapszichológus képzés folyik. Nézzük, hogy tulajdonképpen akkor most bízzunk meg a másikban, vagy nem. Meg kell bízni természetesen. Mindig csak az a kérdés, hogy milyen fokozatban. Hagyjuk a hülyeségeket a saját térről, hogy kell a saját tér, itt is pinkód, ott is pinkód, mindenütt pinkód. Persze egy-két pinkód kell a mai világban, hogy az idegenek ne tekintsenek bele a telefonjába, vagy a munkahelyén esetleg a laptopjába, de azért túl sok pinkód megint nem kell. Hát ki kell levelezget, kinek utal pénz, kinek nem, ezt nem biztos, hogy kell tudnunk. Hiszen mindenkinek van kis előélete, és ha az nem zavar bennünket, akkor hagyjuk. Az már más kérdés, hogy kivel találkozgat. Ha túl sokat találkozgat volt szerelmével, vagy volt osztálytársával, osztálytársnőjével, akkor azért figyeljünk oda. Ezeken el lehet gondolkozni, és mindenki annyira figyeljen oda, amennyire akar. Nem biztos, hogy mindent el akar mondani nekünk a másik. Lehet, hogy nem akarja elmondani, hogy mennyi pénzt utalált minden hónapban az anyjának, mert úgy gondolja, hogy nekünk van semmi közünk. Bár ez is furcsa, mert hogyha párkapcsolatban élnek az emberek, akkor ezt is meg lehet beszélni. Tulajdonképpen, hogyha nem mondják el egymásnak egyik vagy másik cselekedetüket, akkor ez egyfokú bizalmatlanság. És minél több ilyen bizalmatlanság van, tehát minél több ilyen van, hogy saját tér kell nekem, mögött mindig az van, hogy nem bízok meg benned, majd én itt a saját életemet terelgetem, amikor kell valami, majd akkor segítsél meg, majd hozzáfordulok, de nem bízok meg benned, nem mondok el neked mindent. Hát azért ez már bizalmatlanság, ami erősen rontja a párkapcsolatokat. Amikor valamilyen probléma van, látjuk, hogy a párunk nagyon túlterhelt, ideges, az egyébként korán sem biztos, hogy azért van, mert van neki három másik szeretője, lehet, hogy csak azért van, mert a munkahelyen sok a probléma. A mai világban az üzletemberek, a gazdag emberek nagyon túlterheltek és idegesek lehetnek, hiszen nagyon sok embernek megy lefelé a büdzséje, ami rosszul volt az idegrendszerére, fáradtá teszi. És ha eljutunk oda, hogy 50 éves emberek már szexelni sem tudnak a mai időkben a rengeteg idegtépő változás miatt. Ez nem csak a gazdagoknál van így, a nem gazdagoknál, a szegényeknél ugyanez van dettó, de a gazdagoknál is. Azért mondom, mert sokan azt hiszik, hogyha valaki gazdag, akkor nincs semmi dolga, csak a pénzét számolgatja. Nem, ő is ugyanolyan sokat dolgozik. A szegény ember is rettenetesen sokat dolgozik, csak ő nem keres annyit. A gazdag is sokat dolgozik, ő meg sokat keres. Ez az egy különbség van a két fél között. Az, hogy nem tud mindenki gazdag lenni, hát ilyen a világ, sosem volt mindenki gazdag, és sosem lesz. Tehát ezek a kis pártok, pártocskák, akik ígérgetnek tejjel, mézzel folyó Kánaánt, ez mind hazugság, ne higgyük el. Tehát mennyire is bízunk meg a másikban? Hát kinek a beállítódása szerint. A skorpiók kevésbé bíznak, bár ott is lehet kivétel. Van, aki jobban megbízik, hiszen tudni kell, hogy a karmánkat nem kerülhetjük el. Mindenki olyan társat választott annak idején, ami jár neki. Ja, hogy én nem ilyen társat szeretnék, hanem olyat, akiben 200%-ig megbízhatok? Hát a sorsú azt mondja, figyelj csak, ezt kaptad és kész, pont, nincs appelláta. És ezzel a társal kell egy darabig küzdened, megtanulni vele, amit meg kell tanulnod. Aztán ha szerencséd van, akkor jól élsz vele. Ha rosszul csinálod, akkor rosszul élsz vele. Senki nem tökéletes, mindenkiben vannak tökéletlenségek, ezt jól jegyezzük meg. Önben is van sajnos tökéletlenség, aki hallgatja ezt a videót. 1-2% biztos van. Ha lehet, hogy a párjában 20% vagy 50% az egy dolog, akkor keresni kell egy olyan párt, akiben úgy szintén csak 1-2% tökéletlenség van, és teljesen meg lehet benne bízni. Tehát én azt mondom, hogy inkább bízunk meg a párunkban, mert ha nem bízunk meg benne, akkor
akkor ez egy szörnyű élet, állandóan azt kell lesni, hogy most akkor mi van, mit csinál, mit nem csinál. Nehéz ügy. Meg aztán már az idős, ahogy idősödik a párunk, egyre jobban meg lehet benne bízni, mert egyre kevesebb az energiája arra, hogy esetleg félrelépjen, kedve sincs hozzá, energiája sincs, mert inkább a tevékenységével foglalkozik. A fiatalok párokra egyébként ugyanez vonatkozhat, tehát ne sértődjenek meg a fiatalok. Ott is lehet, hogy a férfi annyira el van foglalva, hogy semmi kedve nincs a megjelenő szebbnél szebb nőkkel foglalkozni, mert neki fontosabb a tevékenysége, meg szereti a párját. De a lányokra ugyanez igaz, hiszen nem egy páciens sem volt lány páciens sem, aki elmesélte, hogy ezért vagy azért megcsalta már a férjét, de hát egyenjogúság van. Mindenki szeretne boldog lenni. De azt javaslom inkább, hogy hagyjuk ezeket a hülye egyéni tereket, meg egyéb ilyen hülye elképzeléseket, amik az interneten terjednek. A tér az közös. A párkapcsolatban nem szabad, hogy nagyon túl sok egyéni legyen, mert az már nem kapcsolat. Az egy haverság. Haverságból viszont hiányozni fog nagyon sok olyan jó, és kellemes és csodálatos dolog, amit az ember csak egy párkapcsolatból kaphat meg. Ehhez viszont meg kell bízni a másik emberben. Hát, hogy nem mindenki teljesíti azt, hogy megbíztak benne, tehát nem mindenkiről derül ki, hogy jó, hogy megbíztam benne. Hát, előfordul. Ilyenkor tudni kell, hogy ez a karmánk, ez a sorsunk. Mi választottuk? Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy nincs igazam ebben a videóban, akkor nyugodtan ott a kommentben írja be, várom a véleményüket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!